Szép jó napot kívánok a hölgyeknek és az uraknak, úgy gondoltam, egy kis alkímiai kísérletben vegyünk részt. Folenhírót fogok éppen gyártani. És ha már ott vagyok, akkor kettőt. Remek. Ez azért lesz jó nekünk, mert csinálok egy paklit még hozzá, azért, hogy szépen és jól leverjem a Silverware golemet még mindig, mert hát akkor már tegyünk bele aranyat. Azért, mert hát na, nem boldogulok vele. Sorcerer's Apprentice-t, az abban, hogy abban egy ilyen van, és ezt kevésnek érzem, lehet, hogy kéne belőle is valamit még. Nem ezt akartam, nem ezt akartam, fejezd be! Jó, szóval még valami aranylapot le kell. A Savagery-t ezt néztem, de azt nem. A Dark Arakoát. Azt le lehet, ugyanis abból megvan a kettőm, és szép-szép még minden, de most a funkcionalitás az első, úgyhogy... Servus Dark Arakoa. Sorcerer Apprentice lesz belőle. Igen. Így alakul át a Dark Arakoa Sorcerer's Apprentice. Jó. Szóval akkor kezdjük előről. Mana Worm-öket kivesszük. Nem kikapkodunk belőle. Nem kell. Sea Giant-et köszi. Hash. Na kezdjük előről. Tehát akkor. Kell bele két Fallen Hero, két Frostbolt, két Sorcerer Apprentice. Arcane Intellect-et teszünk bele. Frost Novát. Akkor már Goldot tegyük, legyünk. Frost Novát. A Frost Boltból is vágjunk fel, vágjunk fel. De senki nem nézi, mert AI ellen harcolunk, de mégis. Arcane Missile-okat majdnem kihagytam. Jó, aztán mi legyen még? Hát mondjuk... Frost Nova jó. Ice Barrier, Ice Block. Nem fog ártani egyik sem. Hát... Twilight Flame Collar-ből biztos, hogy beleraknám a kettőt. Animated Armor-t is rakok vele. Ez abszolút nem fog megártani. Gun of Gold. Hát szerintem lehet mind a kettő. Darren Aspirant, ha szerencsénk van, Demented Frost Collar az jó. És akkor belerakom abból is a kettőt. Jó. Water Elemental. Gyere Water Elemental. Két Blizzard. És csak egy van belőle, basszus. Akkor muszáj leszek helyett egy Flamestrike-ot rakni. Jó. Mi kell még nekem? Abnomination. Na. Mert ugye ő elég erős. És gyakorlatilag a tányérkákat meg is fogja ölni csúnyán. Ez jó, és hát ha már vettem a Doomsayert, akkor őt még belerakjuk. Ő még ki tud húzni a csábából, ha úgy van. És általában úgy van. Na. Mi az, ami még nekünk nagyon jó lehetne ide? Én teszek bele egy Counterspell-t. Ha fel tudom használni. Aztán majd meglátjuk. Jó. Szerintem ez így akár még működhet. Na nézzük. Essünk neki az elszabadult ezüst árúnak.
Gyertek. És természetesen akkor Medivh is back. Medivh versus the silverware Gollum. Let the games begin. Okay. Hát én ezeket kihagyom, és az Abomination-t szeretném kézbe, és a Fallen Hero-t. Így sem rossz a történet. Ez egyetlen gond ugye, hogy én kezdek. És most az Arcane Missile-okkal... A következő körben, ha nem rakja ki, már pedig most nem fog coinozni. Jó. Akkor így ugyanúgy van esélyem leszedni őket. Kirakom, és az Arcane Missile-ok ugyanúgy kimehetnek, és remélem leszedni mindkét szemetet lehát. Ez így egy jó kezdés. És következő körben Twilight Flame Collar. Ne már! Téged is vágtak volna inkább falhoz. Can I light your fire? Jó. Served, hát. Meg anyád az. No, hát akkor Animated Armor idő érkezett. Vagy... Kirakom. Nem, Animated Armor. Szóval Animated Armor és Abomination kéne, és gyakorlatilag meglennék. Na persze. Jó. Ez így jó. Blizzardot kérek. Iceblockot egyelőre nem, viszont akkor... Sorcerer's Apprentice. Ki tudom pakolni? Ne, nem, csak egyiket. Akkor viszont húzok inkább. Can of Gold. Nagyon jót vár ez Flame Corona, nagyon jó, és ütünk arcra. Jó. Au. Ez nem lesz finom. Így főleg. És leszedik az Animated Armoromat. Basszus. Jó. Oké. Pedig már kezdtem pont örülni magamnak, hogy ez így mennyire zsír. Ha a Can of Gold-ot betolom oda, akkor azzal két tányér, meg csésze, meg minden odébb lesz. Az a gond, hogy ugye Twilight Flame Collar-t, ha kirakom, meg a Frost Novát, akkor gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Can I light your fire? De mondjuk ez így meg gazdaságosabb. That one was an antique. Antik mi? Na menj el. Jó. És egyből charge-os. És lesz ide Frame Collar-t. Jó. Na jó, elég lesz. Counterspell. Ezt így. És ha már itt vagyunk, akkor őket még így extraként. Egy kicsit takarítottunk. Következő körben, és a csár basszus. És ezt felejtem el mindig. Ettől még az ok, a szemetek ott vannak. Basszus. Gyertek, mocskok. És Abomination-t akarok most.
Így ezzel nyertem egy kört. Na, Abomination-t kérek. Azonnal. Doomsayer is késve érkezik, basszus, mert semmi értelme nem lesz így. Ez ég egyet a világon, tök mindegy, hogy itt van vagy nincs itt. Eddig kellett volna megérkezni. Aj, Istenem. Makrancos ez az esztárú, és nem adja magát. Medivh versus the silverware golem. Let the games begin. Hát... De legalább Blizzardunk is lesz. Ha a hatodik kört megéljük, ugye. Semmi értelmes, köszönjük. Legalább nem kuinol semmit. Frostboltot megtartom a... Szóval a Frostboltot megtartom a főnöknek. Ne tedd ki a villát. Na, ez így nem vicces. Na most lefagyaszthatom őket, és akkor nyerek vele egy kört. Igazából ők a legfájdalmasabbak ott, úgyhogy ők most használja a Hero Power-t. Jön még egy kis köcsök tányér. Igen. Igen. Most ha kirakom a Fallen Hero-t, újssal még. Na jó, kirakom az Animated Armor-t, mennyi esélye van, hogy nem szedik le? Na, nem sok. Lássuk. Na. Négy HP-t spórolt nekünk eddig. Ötöt. Kilencet. Tizenhármat. Ez jó. Ez nagyon jó eddig. Jó. Akkor most viszont Blizzard jön kegyetlen. Jó, és az Animated Armor-t nem áldozzuk, de nyilván. Ez eddig jó. Jó, taunt-ok. Au, annak nem örülök viszont. Ha, ez meg Misplay Festival. Jó. Hát na, és akkor innen kezdődik a probléma. Hát a Chase-t mindenképpen le kell szedni. Na jó, kitesszük a Fallen Hero-t. Nagyon jó. Frostbolt oda. Frostbolt a Chase-ébe. És leszedjük az egyik kis tányért. Na nézzük.
Fognak-e ütni az Animated Armorra? Nem. Ez eddig nagyon jó. Fallen Hero? Persze. És a rohadt csésze már megint ott van, basszus. De van még egy Fallen Hero-m. Hogy csináljuk? Itt szóval Fallen Hero-t. Leszedjük a kis csészét. És... Demented Frostcaller-t kirakom. Nem mondom, hogy jól állok, de most olyan rosszul sem, míg az Animated Armor-om ott van. Viszont most kérek egy AOE-t, valamit. Kérek egy Blizzardot, Flame Strike-ot, valamit, így gyorsan. Nem egészen erre gondoltam. Húzzunk lapot. És ott van Abomination. Ha-ha-ha. Tökéletes. Na kirakjuk Abomination-t. Az Abomination-nel egyetlen egy baj lesz, hogy le fogja szedni az Animated Armor-omat. És le fogja szedni a Fallen Hero-mat is. És nem támad. És counterspell megérte. Jó. És igaz volt ez az AI bug, amit mondtak. Hogy állítólag, ahogy kint van az Abomination, nem fog támadni. És mint látjátok, tényleg igaz. Tényleg nem támad, mert nem szeretné, hogy a tányérjai meg minden ilyesmi meghalljon. Ez vicces. Ez semmit nem csinálnak. Remek. Csak az a baj, hogy ugye így én sem fogok nagyon tudni támadni, mint taunt van rajtuk. De ezzel így el tudunk játszadozni egy darabig. Na, Arcane Missile-okat toljuk, reméljük a két kis tányért leszedi. Egyiket. Ez így jó. És akkor ez mehet arcba minden. Nagyon félti a bőrét az AI. Úgyhogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy rendszerhibának, hogy ez egy rendszerhiba, de működik. És nem bántják az Abomination-t. Hihetetlen. És most leszeded? Nem. Az Animated Armor-t szedi le. Hoppá! Kimatekozta. Kimatekozta, de nem jön össze. Ez mondjuk szép volt. Twilight Flame Collar.
Szervusz! Oké. Na várj. Hogy csináljuk? Kérek még egy abominationt, de nagyon gyorsan. Ez utolsó. És tauntot rak rájuk. Au, ez így viszont nagyon csúnya megint. Anyám! Na most valamit kérek, de rohadt gyorsan. Hát ez így nem. Na jó, és akkor itt a vége, pedig már nagyon jónak tűnt a dolog. Basszus. Na felé lett az AI. Pedig az abominationes dolog, ez most tényleg jónak tűnt. Na jó, próbáljuk ezt még egyszer. Ez volt eddig ugye a legközelebbi 10 HP-n belül volt a különbség. Doomsayer egyből a kézben. Jó. Jó. Surrounded. Set the table. Set the bar. Awkward. Gyertek, üssetek, mocskok. Jó. Most Arcane Missile. Doomsayert ezt hagyjuk. Gavillát leszedjük. A következő körben Twilight Flame Caller, és azzal 4 tányát le tudok szedni. Bármit is rak ki. De jó. Köszi. Can I light your fire? És persze, hogy leszedni, nem mind leszedni. Na jó. I'm a deep costume. Well, the resemblance is remarkable. És most jön a Doomsayer. És ez pont össze is jön ám, de megnézzük, hogy le akarja elszedni. Fallen Hero is van, jó. Elméletileg le tudják szedni, 9 sebzés van lent, most még több. És nem, nem fogja elszedni. Szervusztok. No, Animated Armor. Fallen Hero. Na és akkor most kérek Abominationt már megint. Jó. Te a piáddal ott rohagy meg, ahol vagy, komolyan. Jó, és akkor tudunk egy Frost Novát még így a poén kedvéért. És még a késre egyet.
Job's done. Így már hármat. De igazából lényegtelen, mert így is le lesztek fogyasztva. Olyan hírót pedig nem áldozzuk fel természetesen. De meg majd ki fogja kapni a következő Hero Power-emet. Na most mi lesz? Csésze neked az anyádat. Na, és megkaptuk Abót ismét. Na nézzük, mit csináltak lányok. Az megy. Jó. Akkor már csak a kést kéne valahogy kivadászni onnan, mind a kettőt. Ki kapja? Az Unity Darmor. Jó? Ez hülye. Öngyilkos hadosztály? De nekem jó. Nekem nincs ezzel gondom. Jó, és akkor így viszont tudunk ütni. Kérek egy Unlimited Unity Armort. De mentett Frost Coverrel sem rossz. Jó, viszont... Igen, ezzel ez problémás. És ütünk. Na, ezt köszönjük szépen. Ez rám fért. Jó. Na, az Abomination tényleg megállítja az egészet. És van egy Animated Armorom is. Ő pedig ide pont kifér, ugye. Jó. Őt lekapkodjuk. Na, 17-10 a HP arány, és itt lesz a vége, ha jól látom. Még egy Abomination. Jó.
aki Frost Collar-ra szedjük le, ő se vagy a legkevesebbet. És Silverware Golemet megfelelően kifényeztük és elküldtük aludni végre. Na szóval heroic módban egy kis trükkel, de össze lehetett hozni. Ennek most nagyon örülök. Elég sokat szenvedtem vele, úgyhogy a Silverware Golem becsicskult. Ja, örülök, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem élveztétek, csináljátok meg, mert ez az Abomination tényleg egy nagy trükk ebben a játékban. Na jó, sziasztok!